Pár éve, most már talán negyedik-ötödik éve, ettől a török Gener nevezetű adanai gyártótól fagyvédelmi szélgépeket, nagy teljesítményű fagyvédelmi szélgépeket hozunk be, illetve telepítünk Magyarországon. Léptetni nem tudom, Enterre talán? Igen. Ádám, egy pár szót a Generről esetleg? Ugye a Gener cégről, ahogy Laci is mondta, Törökországban van, Adana területén. 2016-ban alapították ezt a céget. Nagyjából 6000 négyzetméteren történik a fagyvédelmi szélgépeknek az összeszerelése és gyártása. Különböző elemekből épül föl, nem csak török anyagokból, hanem van francia, kanadai alkatrész is benne, illetve angol technika is. A törökök meg ugye nagyon jól össze tudják szerelni. Kicsit a fagyról. Meg is próbálom indítani a videót, ha tudom. A szállítót, illetve a kisugárzott fajnak a ez a baj. Műszaki. Így annyira nem jó. Nem maradhat, az nem baj, hanem bemenjünk vissza. Tehát ugye gyakorlatilag a kisugárzott fagyról egy pár szót. Ugye a talaj nedvességtartalma magas, ezért elkezd párologtatni. Így a meleg levegőt felszorítja ilyen 10-12 méter magasságban. Erre a mi szélgépünk a 10,5 méteres torony magasságával, illetve a majdnem 8 méteres propeller átmérőjével képes a fenti meleg levegőt beforgatni az alacsony területre, a fák magasságában, így ugye védve a fagytól, a kisugárzott fagytól a növényeket. Van szállított fagy is, de arra még nem nagyon van megoldás. Mik is a szélgép? Most akar a videó beindulni, de az most így nem látszik. Nem visszamegyünk a PowerPoint-ra. Hanem a PowerPoint-ra visszamenve. Tehát a Gener szélgépek ugye ezeknek az előnyei. Ugye Deep Sea elektronikai technológia van benne, ugye ez egy angol fejlesztés, nagyon modern, precíziós. Ugye teljes távvezérlés, távérzékelés, illetve interneten keresztüli, applikáción keresztüli elérés, mely folyamatosan ugye percre pontosan lebontva adatokat, hőmérsékletet, szélsebességet, akár a gépnek a többi paramétereit is be tudja mutatni nekünk. Rendelkezik beépített üzemanyagtartállyal, ami általában a fix telepítésű gépeknél 450 liter. Könnyű ugye a hozzáférhetőség a motorhoz, mivel a motorház 4 ajtón keresztül lehet kinyitni. Riasztórendszerekkel vannak ellátva az ajtók, hogyha esetleg ugye az ültetvénybe valaki bemászna az üzemanyagért, akkor azért hallja az ember, mert nagyon hangos riasztórendszer van benne. Árérték arányban a piacon a legjobb jelenleg, illetve 2 év jótállással, távfelügyelettel és szervizzel is tudjuk biztosítani, vagy biztosítjuk a gépeket. László itt a különböző modellekről, illetve a motorokról fog pár szót beszélni. Hát ahogy látják, vannak ugye mobil változatok, ez kevésbé elterjedt, illetve kevésbé hatékony, ezt gyártják már Magyarországon is, illetve van egyéb gyártóktól dízelmotoros elektromos kivitelben is. A lényeg az, hogy ezek a magas tornyú telepített szélgépek, ezek 10,5 méteres toronnyal rendelkeznek, ez azért kell, mert ez a paplan 12-15 méter magasan van, tehát egyrészt teljesítmény, mert azt is magasság kell ahhoz, torony magasság, hogy le tudjuk hozni, hogy egy-egy ilyen gép 6 hektárt meg tudjon védeni. Tehát a telepített gépeink 6 hektárt védenek. A mobil gépek jóval alacsonyabbak, 6 méteres toronnyal rendelkeznek, ezek jóval kevesebb meleg levegőt tudnak lekeverni az ültetvénybe, illetve jóval kisebb a teljesítményük is, tehát nem tudnak 6 hektárt, viszont mobilak, tehát lehet őket mozgatni az ültetvények között. A telepített gépből is van olyan, ami nem dízelmotorral szerelt, hanem kardán meghajtásos, tehát oda megyünk a John Deere traktorunkkal, rácsatlakozunk a kardánnal, és gyakorlatilag járatjuk. Tehát van egy ilyen egyszerű megoldás is, meg hát van ugye a csúcs megoldás, ahol már egy nagyon komoly John Deere motor van beszerelve. Mindjárt mutatjuk a motor, nem csak John Deere motorok, vannak Volvo motorok, illetve van egy olcsóbb Badoen nevezetű francia, elég bevált motor, de a legelterjedtebb a John Deere motor, ami Magyarországon a legtöbb gépben ez működik, ez a 175 lóerős. Nagy teljesítményű motorok, kevés szervizigényűek, ez nem ez a
csúcselektronikás legújabb John Deere, hanem egy olyat választottunk, ami úgymond akármelyik régi MTZ, tehát bárki, aki már látott dízel motort, az ezt meg tudja szerelni, be tudja állítani, de egyébként aki te szervizeli őket. Tehát a John Deere motorjaink 2 év garancia idő alatt kötelező kiteszervizzel rendelkeznek, csak őket lehet kihívni, úgymond szerviz cserére. Aztán későbbiekben már szabadon lehet őket. Egy pár szó a S60-asról, Ádám. Az S60-as gép Magyarországon a legelterjedtebb. Gyakorlatilag ugye 20 gépünk áll Magyarországon. Ugye, mint mondtam, ugye 10,5 méteres magas toronnyal van, 175 lóerős motorral, ami nagyjából 25 és 30 liter gázolajat eszik óránként. Tavalyi tapasztalatok alapján ez a kettő között van, ilyen 28-ra be lehet lőni. 1800 fordulat per percen tud teljes fejlettségbe ugye pörögni ez a propeller. 4 perc alatt tesz meg 360 fokot, ugye ez folyamatos forgásban van. Teljesen automata, ugye mint az elején is mondtam, ugye 450 literes dízeltartály van benne, tehát gyakorlatilag nagyjából olyan 10 órát lehet, 10-12 órát lehet vele alapjáraton működtetni a gépet, de tapasztalatok alapján 3-4 óránál többet nem működik egy éjszaka alatt. Ezeken a tornyokon van szélsebességmérő, két van felül egy hőmérsékletmérő, alul is egy hőmérséklet, van rajta egy vibrációszenzor, illetve napelemmel működik, vagy napelemmel keresztül kapja ugye az áramellátást. A kisebb, az az S45-ös, ez csak 4,5 hektárt tud lefedni, ennek kisebb propellere is van, illetve a motor is kisebb benne, ebben csak egy 143 lóerős van, de maga a működése ugyanúgy működik, mint a 6 hektár lefedettségűnél. Ez egy kedves kajszi termelőnél van, ez volt az első gép, amit felállítottunk, ott büszkén feszítek úgymond a gép mellett, ugye ez volt a legelső. Hál' Istennek nagyon jól működött tavaly is, illetve tavaly előtt is, ez már több mint 2 éves telepítés. Az S35-ös, ugye itt, ugye, ahogy mondta a kollega is, ugye traktorral kell ráállni, és akkor kardántengely meghaltással működik. Itt is 10,5 méteres a torony, viszont, viszont az S45-öshöz hasonlóan kisebb a maga propeller. Ennek a fogyasztását úgy hazai viszonylatban nem tudjuk, mert még ilyen nincsen forgalomban. A P45-ös vontatott modell, ezt azok a termelők kedvelik, akiknek az ültetvényük szét van szabva, tehát gyakorlatilag ugye nekik egyik ültetvényből a másikba kell átvontatni, ez gyakorlatilag egy nagyobb pick-uppal megoldható. A propeller vagy a torony természetesen ledönthető, és így egyszerűbb a szállítása az ültetvények között. Itt is egy kép, hogy az ültetvényben ugye le van talpalva, és akkor és a kályha, amiről László úr egy pár szót. Jó, egyébként azt nem itt mondtuk az elején, hogy a Generer tulajdonosa egy család, aki mandarin termesztő, 300 hektár mandarinjuk van Adana mellett, és hát ez úgy jön össze, hogy van Adanában egy ilyen klasszikus lakatos gépipari cég, az egyik család, akik gyártanak más dolgokat is, hűtőházi ajtókat gyártanak, meg igazából ilyen mobilházakat, moduláris meg mobilházakat, illetve egyéb ilyen lakatos gépipari dolgokat, és akkor ők társultak ezzel a mandarin termesztő családdal, és ott volt 20 évvel ezelőtt első gépként érkezett egy amerikai Amarillo fagyvédelmi szélgép, és hát ugye abból indultak ők ki, hogy lehetne ezt olcsóbban, jobban megcsinálni, az még ugye egy ilyen lebutított, azóta is működik ez a régi szélgép, még mindig létezik ez az amerikai gyártó, ez az Amarillo, de ebből indultak ki, és aztán tovább léptek. A termobooster kályha, ez kiegészítőként kérhető kb. 6,5 millió forintért az a precíziós géphez. Ez majd fogjuk látni, később vannak grafikonok. Abban az esetben, hogyha hajnali 2-3-ra elfogy a paplanból a hőenergia, és már csak a hideg levegőt tudnánk keverni, amivel
ugye nem tudunk elérni kompenzációs hatást, bár ez a kajszi termelő, akit az előbb láttunk, önállóan nincs ilyen termobooster kályha, és azt mondta, hogy azért akkor is védett a gép, mikor elfogyott a paplanból. Mert ugye én néztem hajnalban háromkor, tavaly előtt, hogy elfogyott nála, és nagyon izgultam, hogy mi lesz reggel, és fölhívtam, és azt mondta, hogy nem. Tehát valahogy az a légmozgatás akkor is segít. De mindegy, hogy legyen akkor is hő, van egy ilyen nagyméretű, szintén ilyen 6-8 méter magas torony, gyakorlatilag egy égető, egy gázolaj égető, ami akkor kapcsol be, amikor elfogy a paplanból a párna, ez nem automata, tehát itt döntés, segítő támogatás, görbét kapunk, illetve beállítható riasztást, hogy ugye nem a torony tetején már nem nő a hőmérséklet, illetve a talajfelszínen riasztást, és akkor onnantól ki kell menni. Azért kell kimenni, mert ez ugye nyílt láng, ezt nem tudjuk, nem szabad automatizálni biztonsági okból, tehát akkor valakinek ki kell menni, és akkor ez több fokozatban, három fokozatban lehet, ugye látszanak ott a fogyasztások is működtetni. Egyébként a tartály, üzemanyag tartály után töltésére tudunk biztosítani Lengyelországból ilyen nagyon jó kis pikapon kiszállítható 400 literes dízel tartályokat, és akkor azon van ugye töltőpisztoly, elektromos szivattyú rajta a pikap akujáról, és akkor az nem ADR köteles, azzal simán ki lehet vinni, és akkor újra tölteni a dízel üzemanyagot. Nagyon fontos az alapozás minősége. Az alapozáshoz mi megadunk minden statikai terv, tervezés, információkat, de nem mindegy a beton minősége, és nem mindegy a kivitelezés minősége, mert itt tökéletesen síkba kell lenni az alapnak, főleg azon a négy csavaron, ahova ugye a torony rögzül, mert 0,6 mm is ugye 10 méter magason ugye megtízszereződik, és akkor ott már az kilengést okoz. Egyébként a gépek nagy szélben nem üzemeltethetők, azért van rajta rezgésszenzor, mert azt hiszem 7 vagy 8 kilométernél már kikapcsol, mert ugye akkor ott az veszélyes lenne. Egyébként a propellerek, az nem volt benne itt azt hiszem az előbb, hogy van 2-es és van 4-es propeller. A propellereket folyamatosan tervezik, ezt egy francia cég gyártja, aki a francia vadászgépeknek a propellereit tervezi, tehát ez egy nagyon komoly, nagyon-nagyon értékes dolog része, és a propellerek olyan szinten vannak, hogy a 4-es propellerünk most már talán a harmadik, negyedik generáció, és egyre csendesebb. Ez olyan helyen fontos, persze van ennek ára, mert csökken a teljesítmény, akkor már nem tud 6 hektárt védeni, de ugyanakkor a decibel dramatikusan csökken, és akkor közel vannak házak, akkor, hogy ne zajongjanak a lakók, vagy ne jelentsék föl az ültetvényt, bár tavaly óta úgy tudom, hogy ezek a gépek olyan kategóriába kerültek, mint a katasztrófavédelem, tehát igazából nemzetgazdasági érdek, tehát el kell viseljék azt az egy-két éjszakát, amíg búg a propeller, vagy különben nincs alma. Mi is azért beleszóltunk a fejlesztésbe, érzékeltünk hibákat, például kezdetben hagyományos teherautó akkumulátorokat raktak a gépekbe, amik nem alkalmasak arra, hogy a folyamatosan a napelemből érkező nagy mennyiségű energiát el tudják tárolni, hanem mi úgy gondoltuk, hogy erre egy újfajta ilyen AGP rendszerű, egy más szellás, más elven működő akkumulátorra van szükség, és ráadásul úgy gondoltuk, hogy külön kell választani a motorindító akkumulátort a vezérlést működtető akkumulátortól, mert a vezérlést működtető akkumulátor rengeteg adatot fogyaszt, mert másodpercenként küld fel felhőbe adatokat, és ugye emiatt amúgy kell mobilkártya is, tehát korlátlan adatforgalmú mobil adatkártya a gépbe, amit be kell helyezni, illetve kierőszakoltuk, hogy legyen két új világszínvonalú szolár vezérlő, ami tényleg a ma ismert legjobb, a hollandok, illetve két új akkumulátor külön választva, úgyhogy, de ezek ebbe igazunk volt, mert a végén úgymond világszabvány lett, tehát most már ahogy látom, figyelem, a franciák, meg az olaszok is, az összes gép már így érkezik, ahogy mi ezt úgymond. Úgyhogy egy kicsit mi is bele tudtunk szólni a fejlesztésbe. Láthatók a pár adat itt, hogy ugye mikor indult, mikor állt le, tehát ezek folyamatosan látom, mikor nyit ki az ajtó, stb. Riasztás, aztán következő képernyőn itt már még pontosabb adatokat látunk, a olajnyomástól szélsebességen keresztül, különböző talaj, egyéb hőmérsékletekig. Az adatok tárolódnak, és azt hiszem, hogy talán 100 napig megőrződnek a felhőbe, viszont hogyha a további évekre használni akarjuk őket, akkor jelentés formájába érdemes beállítani egy folyamatos letöltést, és akkor mi ugye megkapjuk a saját tárolónkba, és akkor később is vissza tudjuk nézni, hogy mi volt abban az évben, mert évekig nem tárolja a felhőszolgáltató, ez az angol
precíziós. De nagyon sok minden görbét ki tudunk nyerni ezekből az adatokból, működés közben is, működés után is, illetve későbbiekben elmenteni. Itt ugye láthatjuk a hőmérsékletváltozást egész hosszú intervallumba, nem is tudom, talán egy-két hónap intervallumba. Aztán a következő gép, ezek olyan működési görbék, ahol láthatjuk, hogy mikor kapcsolt fel a gép, illetve láthatjuk azt, hogy hány másodperc alatt sikerült a nullából, ugye látjuk, hogy nagyon kevés, tehát talán 10 másodpercen belül fölvitte nullából már a pozitív tartományba, tehát igen nagy ereje van a gépnek, illetve láthatjuk a következő görbén azt is, amikor már hajnal fele, hogy bekapcsol, illetve hajnal fele már elfogy a meleg ebből a bizonyos paplamból, és akkor ott újra bekapcsolva a termobusztert még vissza tudtuk hozni. Tehát a termobuszter és az alapgép együtt akár 8 fok hideget tud kompenzálni. 4 fokot a gép, és 4 fokot a termobuszter. Nyilván ennek ára van, mert a gázolajat nyomni kell bele, tehát egy éjszaka akár 400-500 liter gázolaj. Nem, mert hogyha 28-at fogyaszt ugye a termobuszter nélkül, akkor ugye 10 óra az 280 liter, tehát 10 órát tud menni, de a termobuszterrel ugye az alap az 60 liter tud az első fokozattal, tehát akkor az már visszaadódik, akkor az már 88 liter per óra. De mindez elenyésző ahhoz képest, hogyha egy 20 hektáros ültetvényen elfogy a kajszi. Mert annak olyan tényleg nagyon súlyos milliókban mérhető kára van, hogy gyakorlatilag a nincs termés, meg a van termés között nagyon kicsi a különbség, de anyagilag óriási. Tehát én úgy gondolom, hogy főleg ilyen állami támogatással ez a befektetés egy szezon alatt megtérül. És működik tényleg, működik almába bizonyította, működik kajsziba, az összes gyümölcsbe, működik cseresznyébe, tehát tényleg elég szépen be. És ugye miért precíziós a gép? Azért precíziós, mert mindent távérzékelünk, mindent mérünk. Ugye a termelő az mindenről kap értesítést, tehát paraméterezhető riasztások vannak, illetve analitikusan ki tudjuk a görbéket rajzolni, hogy mikor mi történt, illetve látjuk azt is, hogy mi történt teljesítménybe, illetve be tudunk avatkozni, tehát le tudjuk állítani a gépet, bár mindez automatizálható is, tehát vannak módok, vannak ugye manuális automata módok, van, hogy a gép csak döntéstámogatást ajánl föl, és mi kapcsoljuk be, de van, hogy minden automatikusan működik. És akkor gyakorlatilag ő kapcsolja be, és ő állítja le a beállított paraméterek alapján. Tehát megadjuk, hogy mondjuk nullánál, vagy mínusz egynél kezdjen el bekapcsolni, vagy épp plusz egynél, ugye ez kultúránként változik, mi ebbe segítünk, hogy mit, hol érdemes, és azt is megadhatjuk, hogy mikor álljon le.